Tunéziaiak ezrei ünnepeltek Tunisz utcáin az elnökválasztás második fordulója után, mivel a felmérések szerint Kais Saied elsöprő győzelmet aratott. A nyugalmazott jogász professzor az exit pollok szerint a szavazatok több mint 70%-át kaphatta meg. Kampányát az egységre és a korrupció elleni harcra hegyezte ki. Az országon belüli kapcsolataink a bizalomra és a felelősségre épülnek. Erősítenünk kell a vezetők és a tunéziaiak közötti bizalmat. Az alkotmány keretein belül fogok dolgozni, teljes egészében betartva az alaptörvényt, jelentette ki Kais Saied. Ellenfele Nabir Karoui médiamogul volt, aki az első fordulóban annak ellenére a második helyen végzett, hogy a börtönből kampányolt. Augusztusban vették őrizetbe adócsalás és pénzmosás gyanújával. Ítélet még nincs az ügyében, de pár napja a fellebbviteli bíróság szabadon engedte. Az elnökválasztás hivatalos eredményét hétfőn teszik közzé. 8 évvel ezelőtt Tunéziából indult útjára az arab tavasz, amely után kormányellenes tüntetéssorozatok robbantak ki több arab államban.